Du entschuldigst dich bei ihr sofort. Du träumst wohl. Doch, Papa. Ich werde mich bei ihr entschuldigen. Tapintható a feszültség a német színház új darabjának majd minden pillanatában. Ez egy szokványos családi történet olyan konfliktusokkal, melyeket nap mint nap bárki megélhet a saját életében. Pont ettől válik izgalmassá és időszerűvé a Dieklány és Monsignor Henry, valamint a család története. A darabot még sohasem mutatták be hazai színpadon. A rendező Claudia Novotny sokadik alkotása ez a szekszárdi német színházban. A rendezőnő jelenleg nincs Szekszárdon, de azt mondja, ebben a darabban a nemzedékek közötti ellentét jelenti az igazi konfliktust, amit semmi más nem tud feloldani, csak a szeretet. Azt gondolom, hogy ha saját magunkkal bajunk van, akkor másikkal is. Tehát, hogy ez mindig kétélű. Aki rendben van önmagával, az a többit is, többi embert is el tudja fogadni olyannak, amilyen. És valóban mind a négy szereplőnek van valamilyen komoly problémája, és ezt a feszültséget a másikba vetíti, vagy a másikon tölti le, vagy éli ki. Itt van egy nagyon érdekes helyzet, van ez az öreg úr, aki már nem élhet egyedül, ezért a fia kérésére fölvesz egy, illetve meghirdeti az egyik szobáját, és akkor oda egy fiatal diáklány jelentkezik. És a diáklánynak a saját apukájával van komoly konfliktusa, az öreg úrnak a saját fiával van komoly konfliktusa, de a diáklányjal aztán végül összebarátkoznak, és így az apa konfliktus is oldódik mind a kettőjükben nagyon érdekes módon. És közben az apa felbérli a diáklányt, hogy szeresse el fiát jelenlegi menyasszonyától, akit Csipos Eszter alakít, aki már két esztendeje visszatérő vendége a színháznak. Nem nagyon szoktam párhuzamot vonni így tudatosan önmagam a civil élete és a karakter között, de ahogy így játszok folyamatosan, inkább akkor veszem észre, hogy mi az, amiből tudok táplálkozni, amit a karakter tud nekem adni. És ennek a karakternek, akit én játszom, a Valerinek, nagyon nagy belső tartása van és ereje, hite. Vallásból meríti a hitét, teljesen mindegy, hogy ki miből meríti, és nekem ez nagyon sokat tudott adni, ez a fajta pozitív hitás, és az, hogy ki mondja azt, ami benne van, szeretettel és tisztelettel. Mindenki szerintem meg fogja találni benne azt, ami őt megérinti. Engem is nagyon sok ponton megérint a darab. Nekem főleg a vége, amikor ugye, hát nekem ez a történet, amiatt is nagyon szép, vagy nagyon tetszik, hogy a diáklány és a Monsieur Henri összebarátkozik, és egy ilyen nagyon szép pótapja lesz szinte a lánynak, és egy ilyen nagyon szép szeretet szövődik közöttük, és hát most nem akarom teljesen elmondani, hogy mi történik benne, de minden esetre akkor csak annyit mondok, hogy a közöttük lévő szeretet az nagyon megérintett, ez az apa-lánya. A színész az tud meríteni, mert ezek valóságos, akár valóságos élethelyzetek is lehetnek, és olyan archetípusok, olyan figurák, amik nem csak a nézőt, hanem minket is megszólítanak. És azt gondolom, hogy én azt tapasztaltam, hogy a színész nem véletlenül kap egy olyan szerepet, amit, mert azzal van dolga. A darab főszereplője Christian Bormann 35 évvel ezelőtt egy ilyen öreg úr megformálásával kezdte el a pályáját. Azt mondja, az elmúlt időben annyit változott, jobban megérti az öreg úr zsémbeléseit. Számára mondja, az is kihívás, hogy ő alapvetően egy vidám ember, így a morgós idős úr karaktere külön nehézség. Én azt gondolom, hogy bármikor aktuális, tehát ez lehetett volna hamarabb is, vagy később is, tehát nincs olyan, hogy na most, mert most van egy különleges aktualitása, hanem ez mindig aktuális, hogy a generációk közötti problémák itt feszülnek, ott feszülnek minden családban, minden kis közösségben, és hogy milyen érdekes, hogy sokszor az ember ezeket a konfliktusokat nem a saját családjában tudja megoldani, hanem valamilyen külső ismerős barát. A diáklány és Monsignor Henry történetét anyári szünetig még márciusban és májusban is játssza a Szekszárdi Német Színház.